egy új fejezet kezdődik, mentek tovább tanulni, illetve most kezdődik az élet. A kilencedikesek osztálytermeikben búcsúztatták a ballagókat a Vajda János gimnáziumban. Az intézményben hagyomány, hogy az elsősök feldíszítik a végzősök osztálytermét, és kiosztják nekik az útravalót, a ballagási tarisznyát. A járvány miatt sokáig úgy tűnt, hogy az idén is elmaradnak az ünnepségek, így a diákok nagy örömmel fogadták, hogy elballaghatnak. Szerintem nagyon sokat jelent nekünk, hogy lehet viszonylag rendes ballagásunk, legalábbis a tavalyiakhoz képest, és nagyon szépen feldíszítették a tervünket, meg nagyon köszönjük az iskolának, hogy megszervezték ezt nekünk. A három végzős osztály az iskola tetőteréből indulva énekszóval búcsúzott az alma mátertől. A 12-eseknek nagyon sokat jelentett az ünnepség, hiszen az elmúlt évben rendkívül kevés időt tölthettek az iskolában a járvány miatt. Sokáig úgy tűnt, hogy az idei ballagások is elmaradnak, a lazításoknak köszönhetően, ugyan a szülők jelenléte nélkül, de megtarthatták a búcsúztatást. Nagyon jó dolog, hogy elballaghatunk, nekem ez nagyon sokat jelent. A 4 évre nagyon sok, rengeteg jó emlékem van, a versenyek, az osztályközösség, osztálykirándulás, egy hihetetlen jó élmény volt. Sokkal jobb volt, mint az általános iskola, az egyetem, még remélem ennél is jobb lesz, bár ezen már nehéz lesz túltenni. A ballagó diákok a gimnázium torta termébe érkeztek, ahol a 11-esek búcsúztak tőlük. Az alsóbb évfolyamosok képviseletében Bruncsics Bernadett elevenítette fel az emlékeket. A végzősök nevében Epres Anna búcsúzott tanáraitól, diáktársaitól, iskolájától. A végzősök felkötötték szalagjaikat az iskola zászlóra, és átadták azt az alsóbb évfolyamosoknak. A Vajda János gimnázium igazgatója, Varga S. Gábor útravalóval szolgált a diákoknak. Minden ismeret, tapasztalat és élmény, amit itt a Vajdában szereztetek, ha idővel némileg meg is fakul, de egész életeteken át megmarad, és elkísér benneteket. Az egyre múló évek távlatából is lesz majd sok olyan dolog, amire érdemes lesz újból és újból rácsodálkozni. Az ünnepségen jutalmazták az iskola kiemelkedő diákjait. A Keszthelyi VSK-ban és az Asbódban az idei évben is elmaradt a ballagás, az intézmények ezt nem pótolják. A közgázban várhatóan június 11-én búcsúznak a végzősök az alma mátertől.